idősödő hozzátartozóinknál, illetve időnként saját magunkon is felfedezhetünk olyan jelenségeket, amiken adott esetben megütközünk. Esetleg korábban mindig tudtuk, hogy hol tartjuk a kulcsainkat, nem okozott problémát, hogy vajon bezártuk-e az ajtót, vagy elzártuk-e a gázt a lakásban, és mostanában ezért többször visszamegyünk. Vagy azt veszük észre a szüleinknél, hogy időnként elmaradnak a számlák, felszólítások érkeznek. Hát ezek olyan jelenségek, amik figyelemfelhívóak lehetnek. Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez csak az életkor előrehaladásával járó enyhe fokú feledékenység, vagy pedig ennél több. Na, akkor most már szerintem kezdjünk. Szedéni kijött, de este már tök jó volt a vérnyomása, 110 akármennyi volt neki a vérnyomása. Így jött, hogy mérjük meg a vérnyomását. Aztán de nem, alukár, most nem volt neki semmi, ugye? A Helléni köhög felett írva az orvoshoz, a Lotri néni az kiabált, zavart. Este is ugyanolyan volt. Meg hajnalban is. Hajnalban is. Na, itt a fiúknál nem volt semmi, ők nyugodtan alukáltak. Pilar néninél a cigarettát nem találtuk meg, szóval keresésben van. Szóval azt mondta, hogy jó, úgy adok, hogy dolgozzunk, megértő, hogy megtaláljuk. A kokainit hozza ma haza a család. Ugye a kokain jön ma haza, igen. A családja. Bennünk van az, hogy gyerekkorunkban a szüleink gondoskodtak rólunk, hát akkor, amikor ők segítségre szorulnak, akkor nekünk kell róluk gondoskodni. Van viszont olyan állapot és olyan betegség, amikor ezt a legjobb szándék mellett sem tudjuk megtenni, hiszen az év 365 napján minden nap 0-tól 24 óráig jelen lenni, segíteni, ez nem várható el senkitől sem, hiszen ez a betegség nagyon hosszú ideig is tart. Nem néhány hétről van szó, hanem ez hosszú éveket jelenthet. Érdemes időben megtalálni azt a helyet, azt a segítséget, ahol megfelelően képzett szakemberek, az időseket, a betegeket szerető, gondoskodó, empatikus ápolók vannak, akik át tudják vállalni ezt a feladatot. És 2004 után kerültem ide, egy ismerősöm jóvoltából a Gizella otthonba, és tulajdonképpen azóta vagyok itt. Nekem, amikor ide kerültem, ugye meg kellett szoknom azt, hogy itt nem úgy van, mint a kórházban, hogy ellátjuk a beteget, azt hazamegy, meggyógyul, stb. Ugye, hát ide bejönnek az idős emberek, nekik ez az otthonuk. Jó reggelt kívánok! Csak valami jó reggelt, hogy vannak? Éva néni, drágám, jöjjön, kimegyünk, jó? Picit megigazítjuk a ruháját. A demencia az egy tünetegyüttes, sokféle betegség állhat a hátterében. Nem csak a feledékenységet tapasztaljuk, hanem a mindennapi élet legapróbb dolgaiban is észrevehető ez. Előbb-utóbb a beteg nem lesz képes saját magáról gondoskodni, mert nem lesznek már meg az ehhez megfelelő képességei. Megváltozik a személyisége, a gondolkodás és mechanizmusok sérülnek, aztán a betegség előre haladtával pedig azt tapasztaljuk, hogy mindennapi életében az étkezéstől az öltözködésig, a tisztálkodásig segítségre szorul, nem képes önállóan döntéseket hozni, és hát már nem is fogja megismerni a közvetlen hozzátartozóit sem. Nyújtózkodunk egyet, mintha most ébredtünk volna. Picit a lábat is bemozgatjuk. Tudják, mintha cigarettacsikket taposna el. Egyik lábával, azaz. Jó, másik lábat is bemozgatja. És vállra, le, oldalt, le. Csak az egyiket emeli meg, ránéz.
Amikor beköltözik hozzánk valaki, akkor egy hasonló közösségbe, hasonló gondokkal küzdő közösségbe költözik be, társakra talál. Persze ez nem egy egyszerű folyamat, ez egyénenként nagyon változó, hogy mennyi idő alatt lesz tagja az otthon közösségének. Ez néhány héttől akár hónapokon keresztül is tarthat a beilleszkedés, de mégiscsak egy olyan közösségben él, ahol őt megértik, ahol a többiek is hasonló problémákkal küzdenek, ahol nem szégyen neki valamit megkérdeznie. Tegyük föl, nem találja meg a folyosón a szobáját. Nem probléma azt neki megkérdezni, akár századszor, akár ezredszer, akár tízezredszer, hogy kísérjenek el engem a szobámba. Jó reggelt! Hogy van, Bandi bácsi? Jól. Jól van, mindjárt megmérem a vércukrát, jó? Akkor maradjon itt, én ne feküdjön addig vissza. Maradjon? Akár itt is, vagy kijebb is jöhet. Oly, de jó hajom! Gálházi! Nagyon fiatalos el! Gálházi! Teljesen, 20 éve! 20 éve! Az jó! Nagyon jól áll ez a hajom! Jobb, mint a hosszú! Jó, teljesen megfordulottam. Igen, köszönöm. Irénke is, igen, szép. Irénke is szép. Jó a haja. Demenciával egyébként viszonylag hosszú ideig békességben lehet élni. Attól még, amikor nem tudom, hogy milyen nap van, vagy hány éves vagyok, ebben az időszakban még sok minden olyan örömforrás van, amivel én jól érezhetem magam. A középsős állapotban levő betegek számára nagyon fontosak a mindennapi foglalkozások, nagyon fontos, hogy tevékeny életet élhessenek a károsodások dacára ezek az emberek. Azt azért az otthonápolásban is nagyon fontosnak tartjuk, és szerintem a gondozó családok sem tudnak másképp működni, hogy ne legyen egy meghatározott napi rendje a demenciával élőnek, hiszen ez egy biztonságot ad számára. Itt az otthonban is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindig ugyanakkor vannak az étkezések, és mindig azonos módon töltjük ki az időt az étkezések között. Ez alatt azt értem, hogy vannak foglalkozásaink, az adott héten, az adott napokon mindig azonos típusú foglalkozások vannak. Tehát biztonsággal számíthat arra a lakó, hogy hétfőnként zenehallgatás van, keddenként filmklub van, szerdánként fénycsoport van, csütörtökönként szenior torna van, péntekenként kézműves foglalkozás van. Ez minden héten ugyanígy ismétlődik, persze a témája a foglalkozásnak más, hogy érdekes legyen. Keressük a párját. Na, melyiket fordítsuk föl? Ezt? Ezt? De talán ezt? Ezt? Tudjás! Nem ékezett, nem? Jöjjön! Azt? Segítsen. Itt a hóvirág. Na, hol lehet? Segítsünk Mária néninek, hol lehet a másik hóvirág? Hát a mi intézményünkben elsősorban ápolók és gondozók dolgoznak. Dolgoznak mentálhigiénés kollégák, dolgoznak gyógytornászok, dolgoznak olyan emberek, akik a úgymond üzemeltetésben dolgoznak, tehát szobaasszonyok, gondnokok. Egy azonban közös bennük, hogy mindenképpen valamilyen interakcióba kell kerülniük a lakóinkkal, hiszen másképp a munkájukat nem tudják elvégezni. Na jöjjön, Barga néni, drágám! Jó, átöltözünk, bemegyünk a szobába, kap tiszta hálóruhát. Jó, drágám? Ugye nincs két egyforma idős ember, ezt mindig figyelni kell, ki kell ismerni azt az idős embert, hogy az milyen, az hogy viselkedik, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret. Mert ugye hát megvannak nekik a szokásaik, amik lehet, hogy nekünk furcsának tűnnek, de ő belé rögződött az évtizedek alatt. És hát nem mondom azt, hogy vannak nehézségek, tehát főleg ez a lelki része, meg bizony van, amikor van egy fekvőbeteg, hát akkor fizikálisan is. Tehát ugye azért meg kell emelni egy beteget.
Perinén a fésűjét ki. Jó, megfésűködünk. De én úgy érzem, hogy nekem az sikerült ehhez alkalmazkodnom. És az jó érzés az, amikor látom, hogy amikor valamit csinálok, és akkor látom azt az idős emberen, hogy örül neki, hogy jó kedve van. Mindig mondtam már, gyerekek, nem szomorkodni, jövünk ide szórakoztatni, és olyan fancsali képet vágunk, hogy megijednek tőlünk. Nekünk vidámnak kell lenni, hát akkor az emberek hogy legyenek jókedvűek, ha mi ilyenek. Nincs miért szomorkodni. Hát persze. Mivel, hogy ezek rászorult emberek, de az ápolási folyamat valóban tartalmaz olyan elemeket, amit az egészségügyből megszoktunk, hiszen szakellátásra van szüksége az itt élőnek. A 104 lakónak a heti gyógyszerelését végzem, ami minden héten kedden zajlik. Igen? Igen? Mit szeretne Feri bácsi? Egy puszit adni. Puszit, csak így, jó? Jó, oké, rendben. Aranyos. Igazándiból a demenciánál a gyógyszereket, amiket ugye beállítanak, az attól függ, hogy kinek milyen a fokozat a demencia. Tehát, ha ugye van enyhe, közepes, súlyos, egy nagyon rohamosan leépülő demencia, ami ugye sajnos avval is jár, hogy ugye ágynak esik az illető, nem tud étkezni már, de van, akinek évekig tart. Tehát ilyen is van. Van, akinek hosszú-hosszú évekig tart. Tehát gyógyítani nem tudják. Gyógyítani nem. Csak azon a szinten, vagy enyhíteni, tehát. De ezt gyógyítani nem lehet. Mivel mi 24 órában gondoskodunk róla, ezért nem csak ápoljuk, hanem gondozzuk is az ellátottainkat. Éppen ezért ez magába foglalja azt, hogy személyes viszonyt alakítsunk ki az ellátottakkal. Ide jöjjünk! Festünk akkor most terülni. Tudjuk, hogy honnan jött, ismerjük a múltját, tudjuk, hogy mit szeret, és mindez belekerül, beleépül a gondozás folyamatába. Ide nézem, Tari néni. Van cica. Van. De mókus. Hát igen, mondjuk ezek jók, de nincsenek hercegnők, vagy mesefigurák. Nyomtassak hercegnő? Hát igen. Tegnap is annyit kínáltam. Tényleg? Hát akkor azért nincs a hercegnő, mert már az összes a kipest. Hercegnőnek éppen a kultúr. Hát te is ugye, hogy megnevettettelek, ugye? Tessék mosolyogni, nevetni. Hát nevetem, de belül meg pontosan. Nincs semmi baj, Terike, még engem látsz. És engem még sokáig fogsz látni, mert 100 évig élek. Hát remélem, hogy én is sokáig látlak, ha meg nem halok. Dehogy, nem kell ilyenre gondolni. Az egyszerre volt, hol nem volt, arra kell gondolni. Erre nagyon jó példa az, hogy egy gondozónak, ápolónak igazándiból a testi higiéné fenntartása mondjuk a szerepe, abba az, hogy a körm megfelelő hosszúságú legyen, benne legyen. De ha én tudom, hogy az a néni a világ életében igényes volt az ő manikűrjére, akkor
Igenis megteszik az ápolóink azt, hogy leülnek az ebédlőbe, és kifestik, kilakkozzák a néninek a körmét, amiközben beszélgetnek egymással. Ez már egy olyan szélesebb gondozási folyamat, amit tulajdonképpen pont az alapján tudnak megvalósítani, hogy nap mint nap együtt vannak az ellátottakkal, és ismerik az életútját az ellátottaknak. És nincs olyan, amit én nem színezett ki? Hát azt már kiszíneztem, de amit kiszíneztem, az mind itt van. Nagyon szépek. Vegyük fel a papucsot, jó? Akkor felállunk és felhúzom a nadrágját, jó drága? Ügyes vagy. Megigazítom az ágyát, jó? Utána visszafeküdhet. Jó drága? Vihetek belőle az irodába? Persze. Melyiket vihetek? Melyiket válassza. Akkor a hófehérkét meg a kukát, jó? De ez elvihetek? A hófehérke már másé. Tényleg? Itten van egy kis orvosnő. Az ide mutassatjuk azt a másikat. Ez a hófehérke másé, de ez is hófehérke. Csókolom, drága. Csókolom. Ki szeretne jönni, vagy nem? Nem? Pihenni szeretne? Jó van, drágám. Kétezer-tizenegy májusában jöttem ide, másodikán. Hát gyakorlatra jártam ide. És akkor úgy az alapján. Először furcsa volt. Utána kezdtem belejönni a dolgokba. Ott demensek laktak, és nem tudtam még felfogni azt, mert 20-valahány évesen jöttem ide. A magasabb rendű idegműködések, ahogy sérülnek, nem nagyon tudjuk, hogy mi jön elő a múltból. Az egészen biztos, hogy a nagyon korai gyerekkor megdöbbentő módon jön elő, és az életfeladatok során, amikben ők éltek, az adott beteg élt, az elő tud jönni nagyon késői stádiumban is. Tehát a súlyos, demens, idős, mozogni alig tudó beteg, az képes elindulni minden délután 3-4 az iskolába a gyerekekért, és azért tud esetleg nyugtalanná válni, hogyha őt ebben megpróbálja bárki is megakadályozni. Kezdett hozzá? Igen. Többet szeretném? Hát többet. Jó, délután adok még. Oké? Okay? Jó. De szép lesz, de aranyosak, jó, de cuki, és drágák, igaz? Nem, csak jöttem azért, hogy színezzen nyugodtan, jó, drága? Csokolom, mi a baj? Nincs semmi baj? Jó van, na mámos? Hát az volt azért. Édesem,
Marika néni, hogy vagyunk? Jól? Jól van életem én. Csókolom Lovász néni. Marika néni az a magáé lesz, jó drágám? Nem akartok, nem tartnak orvulók betegek, mert a betegség nem válogat. Hát ők nagyon aranyosak, szimpatikusak. Meg ők is ugyanolyan fiatalok voltak, mint mi. Úgyhogy ők értünk dolgoztak. Földeken, meg amit ők csináltak, teremtettek nekünk, amikor mi gyerekek voltunk. Nekem nem lehet annyi, nekem az a nehéz, hogy szegények szenvednek. Az a nehéz. Szeretem őket, mi egyformán. Hiszi, úgy szeretünk téged. Tudom, drága. Jól van. Akkor most már ne vándoroljál, jó? Egy olyan CD-t hoztam indításra, ahol népdalokat fognak hallani. És aztán, ahogy beígértem, majd lesz egy meglepetés zene, hogy emlékeznek-e rá, és utána pedig a beígért operet. Jó lesz így a mai kalandozás? Na jól van akkor. Jó lesz, akkor meg vannak ezzel elégedve. Este kicsünk a gyógnak a csillagok, méres regény a valóban csalárok. Nagyon, nagyon jó tapasztalatok vannak világszerte a zene és a tánc jótékony hatásával, hiszen ez megint csak az agynak más, mélyebb területeit és az érzelmi életet érintő ingerek, és a zene és a mozgás összekapcsolása az nagyon sok örömforrás jelent az egészséges ember számára is, de a demenciával élő idősek számára is. Akkor most egy egészen más zenét. Kíváncsi vagyok, hogy a vérmérsékletre hogyan hat. Jó? Nem a bolero, Hacsaturján kartánc. Nem, addig a temperamentuma előjön. Akik már annyira más területeken vannak ezek a mozgásformák az agyban, hogy van olyan élményünk többször is, hogy akinek már egyébként a járás nehézséget okoz egyik lábát a másik elé tenni, az már nem mindig sikerül, gyakorta elesik. A megszólaló zenére a keringő lépései azok még egészen jól mennek. De ezek egészen meggyőző tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy érdemes ezekkel a programokkal próbálkoznunk, akár kerekesszékesekkel is. Ugyan ezen a csoporton nem szoktunk, de ha ilyen tetőre hág a hangulat. Köszönöm! Húzzátok, cigányok, ahogyan csak tudjátok. A jóket sokat ér, te térdik, hogy olyan jól tudjátok. Öröm vagy van a téli, de jön az ember mindig hozzátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Na, átment mulatósba ez a együttlétünk. Nyújtom a jobb kezem, szeretni, 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 elvenni, megkérni, sose veltelek, mert a szoni pátyol a fejemre kerül, ha
kis baráti közösségek alakulnak ki az egy folyosón élők között, az egy asztalnál ülők között, vagy az azonos foglalkozásokra járók között, akik odafigyelnek egymásra, szeretik egymást, és így aztán talán nem magányosodnak el annyira az itt élők, minthogyha a külvilágban élnének. Igen. Még jó, hogy így hármasban vagyunk. Hogy hát mindig tényleg, mindig. Hálóban hármasban beszélgetünk. Mint hogyha kibéreltük volna ezt a helyet. Igen, hát kibéreltük. Mindig itt vagyunk. Hát igen, igen. Három jó madár, mindig együtt. Egész romantikus kapcsolatok is kialakulnak férfi és női ellátottak között, hogy még egyszer utoljára párra találnak. Szeretsz vagy nem? Hát hogy a fenébe? Már nem áll, mi állsz hozzá. Na, ide figyelhetik. A mellék szeret, az ide szarad és megcsókul. Húha! Atya, Jézus Mária! Akkor rohanjunk gyorsan oda. Jaj, de szeretlek, édes! Csillag! Jaj, azt mondtam, hogy te szeretem. Tömi nem, de ő ki szeretne. Ó, csak vízből. Jó, ideggyógyászként én azt az egész pályám alatt megéltem, hogy ez az orvostudománynak ez a terület, ez nagyon sokat fejlődött, sokkal többet tudunk ma már ezekről a betegségekről, mint régen, és ebben a tekintetben nagyon izgalmas a demencia kérdésköre, mert nagyon sok ígéretes kutatás zajlik mostanában. Emberileg pedig nagyon sok élményt adnak az idősek, nagyon sok pozitív visszajelzés van a demenciával élőktől, nagyon sok szeretetet kapunk. Azt gondolom, hogy a kollégákat, az ápolókat is azt tartja itt a fizikailag sokszor nagyon megterhelő és lelkileg sem mindig könnyű pályán, hogy sok-sok szeretetet kapunk tőlük. Nagyon sokszor előfordul, hogyha befordul az ember a folyosón, az a szoba, arra a szobára úgy gondol, hogy ott a X néni lakott, vagy az Y bácsi lakott. Igazándiból szoktam azt is mondani, hogy nekem 110 nagymamám van, vagy nagypapám. Lassan elbúcsúzunk. Nem, csak elköszönünk. Búcsúzni csak nagyon szabad, de nem így. Akkor csak elköszönünk. Igen. És akkor két hét múlva, hogyha van kedvük, akkor szívesen jövök megint. Lehet, hogy itt leszünk meg. Még. Ki tudja. Örülünk neki, és jó egészséged, és további sok sikert üzenet. Vigyázzanak egymásra és mindenre. Professzionális demencia alapprogram. További hasznos információk a demencia.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.